Üdvözlök ismétán mindenkit, ittán hallató vagyok. Ismétán lesznek ilyen kicsikét ilyen böngészők bemutatva nagyon sokáig ezt a Google Chrome-os terméket. Volt alap értelmezként, az azt jelenti, hogy minden abba lett oldva, és rájöttem arra, hogy az agyam kapacitásomat csak rontotta, mert minden yes volt, megegyez, meg eléggé. Újabb verziók nem váltak be. A régiek 2 naponta indították újra a gépet, mondjuk az újabbak már 2-4 óra hossza. Után elején azt hittem, hogy a Windows operációs rendszerben van a gondok, de aztán rádöbbentem, hogy ebben a Google Chrome-ban van, és itt most igyekszek azon, hogy alternatívákat keressek ez helyett. Itt is van ez a köznépnek van csinálva, folyton minden 2 vagy 4 nap után kapja frissítéseket, valami enterprise-os verzió azért kell fizetni, mert a maga Google Chrome az már nem nyitforráskódó rendszer, böngésző, hanem zárt, és van ilyen, hogy enterprise, vagyis Chrome. Enterprise-os verzió, ahol direkt nincs árulva, mennyibe is kerül a webböngésző. És akkor lesznek ilyen alternatívák, titokban van tartva, nem maga a cég meghatározza, hogy mekkora az üzletet, milyen a gazdasági helyzetet, és felajánl gépenként egy adott árat. És ez helyett miket is lehet napi szinten biztonságosan böngészni. Itt van ez a Firefox-os verziók, az is eléggé jó, ez a Quantum-okra emlékszek, hogy az van lenne rajta, pont nem tudom, hanem úgy hívják. És jött ki egy újabb verzió, ami 32 bites, míg a Google Chrome-ban már csak 64 bit létezik. Akkor itt van rengeteg Chrome motoros rendszer, az is eléggé jó, egy Linux distro-ban ez fut. Itt is az a gond, hogy megjegyzi, hogy mit is csinálsz rajta, folyton előzményeket, öngészőket, milyen oldalakat néztél, vagy jön a következő, van ez a Brave, ami blokkolja rendesen a reklámokat. Itt azokat említem meg legelsőnek, amik Google Chrome, Chromium motort toron alapodnak. Utána ez is egy Chrome verziós. Vagy mi pontosan? Mi is alapszik? Le kell nézni? Van, hogy mi is a rendszer, itt vannak a fejlesztői, pont ez nem annyira érdekel, hanem az érdekelne, hogy min alapszik a böngésző, milyen rotorokat, látszik, hogy tele van adblockokkal, de pont, hogy mi is van, az nincs bemutatva. Itt vannak ezek a featurák neki, mire is nagy. 3 szó vagy 6 szó gyorsabb, az annyira nem érdekel, hanem az érdekel, hogy min alapszik a rendszerük. Hát nincsen. De van biztonságos, hogy állandóan kitölli, hogyha bezárod. Ez a funkció eléggé jól tetszik. Benne elméletileg fel van ígérve. Hát le lesz töltve is akkor. Jobban át fogom nézni, mire is képes. Van ez az Opera. Talán bevallja, hogy milyen rotorokat rotoron alapszik. Egyszerűen nincsen, de bevallva nem képesek. Jó van, gyors, biztonságos, VPN-e van neki. De hol van az, hogy min
Minalap székarendszer. A böngészőnek. Nincs sehol se. Mostunk el, mit is írnak. Szokás szerint a design egyik a legfontosabb. Az újabb trendi divatok követése. Van Adblocker, Opera Flow, VPN, CryptoWallet. Semmi. Semmit sem ír arról, hogy min alapszik a böngésző. De írja. Úgy néz ki, hogy Chromium 71-es alapon alapszik. És itt van, ki van írva, hogy a Chromium alapszik. Nézzünk a Brave-nek is van egy ilyen oldala. Hát, ha ír valamit a... ilyen hírcsatornáján. Nincsen. Ezt majd próbálgatva. Itt vannak ezek mind-mind. Elméletileg Chromium rotorokon alapulnak. Jönnek a Firefoxosak. Itt van egy eléggé jó verzió. Ilyen. Enterprise-os. Minek vannak külön. Igaz a jó, hogy ingyen van, nem fizetős. Ilyen lehet tölteni, hogy nem kap annyi frissítést, mint a előzőek verziók. Van 64, 32 bites, meg Mac-es verziók. Vannak még ilyen Ubuntu-nál. Nyílt forrás kódú operációs rendszereknek is. És akkor itt van ezek az alapok. Akkor van ez a Pale Moon. Ez is ilyen. Eléggé jó, de le van maradva a videótechnikáika. Nincs benne HTML 5-ös lejátszó. Gondok vannak vele. De az is jó, hogy nem jegyzi meg, milyen oldalakon vagy, ki lehet kapcsolni mindent róla. Semmilyen sütét, nyomokat, digitális nyomokat nem jegyzik meg, nem hiába alapszik a Firefoxon a Tor böngésző is, az is Firefoxon van. Jön a következő. Oda. Ezt tehát eléggé sokat lett a videókban bemutatva. A Tort is próbálgattam, de ilyen VIP mobilos hálózattal vagy nem akar összejönni a titkosítási kapcsolat. Fél óra után se. Akkor van ez a C. Monkey. Böngésző. Látni. Eléggé sokat próbálgatta, vannak benne jó funkciók is, meg eléggé rosszak is. Jó gondolom ez. Ugye nézem, mint alapszik. Ja, a Mozilla-n. Nem a Firefoxon, hanem a Mozilla-nak a Tuning Bridge-én alapszik. Ide van írva. Tamil Bridge-re levelező rendszerén is.
eléggé sok funkció van benne integráltatva. Akarod, egy egész weboldalt le tud menteni, nem kell hozzá internetkapcsolat. Te be lehet állítani, hogy megjegyezze, mert ne jegyezze meg. Rengeteg minden tud. Ezt is majd közel jövőben, nem a jelenben, hanem a jövőben be fogom mutatni. Pont még miket is tud, mert miket nem. Mennyire jó. Akkor mindkét az is fogok, a Brave-et, meg a SeaMonkey-t. Most jönnek ilyen nyit forráskódúak. Van ez a Midori. Midori, meg van ez a... Nem tudom, mind alapszék. És ilyen. Ez is kicsit le van maradva ilyen videókkal való megjelentésekben. És nem jelzi meg a hol voltál, hol meg. Nem! De ezt akarom videót, ezt nem fogom egyben elmondani, hanem több részekre lesz szétbontva. Itten úgy voltam vele, hogy be lesz mutatva, amikről hallottam. Ez csak így fejből voltak ezek a böngészők. Hát ezek a nyitforráskódóak. Nem ilyen most, hogy min is alapszik. Mik is milyen kódok vannak benne. Ezt meg lehet nézni a... Szerintem a... Forkén. Hogy min is alapszik maga a rendszer. Itt is vannak a kódok. Rajta a projekt is. Hát nem nézik csak a... Mit is kell hozzáadni? Letölteni, és kell egy ilyen olvasó alkalmazás, tehát ilyen vizuális studióval, vagy inkább ilyen nyitforrás kódokkal is, ilyen kódblokkkal, és akkor át lehet nézni a kódjait. Majd arról is lesz szó, hogy is nézem át. Akkor van még egy, amit tudok. Az ilyen KDS, ilyen GoldCore, az a neve neki. Azt, hogy öngésző. És ilyen mit forrás kódó. És itt lehet nézni, csak nem ez a neve neki. Nem akkor. Akkor majd utána nézek. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok! Most azért még egyszerű, de netem valaki nem értette, mi a lényeg. Az, hogy ez a Google Chrome-on folyton lefagyott. Egyszerűen rosszul van megírva, valami hibák vannak benne. És helyette jobban viszi a Firefox alapú böngészőket. A Firefox SR-t. Milyen brévek ki lesznek próbálva. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!